Vegyes érzelmeik lehetnek a Tesla tegnap esti gyors jelentésével kapcsolatban. Kicsit úgy érezhetjük, hogy a vállalat hozott is, meg nem is. Ha a negyedéves számokat nézzük, akkor igencsak csalódást keltettek, hiszen az árbevétel alacsonyabb lett, mint amit a piaci konszenzus számolt, és újabban nem sikerült nyereséges negyedévet zárni. Ez azt jelenti, hogy sorozatban már ötödik alkalommal lett veszteséges a Tesla, noha a piaci befektetők most 16 centes részvényenkénti profittal számoltak. Úgy tűnik azonban, hogy a befektetők félretették a vártnál gyengébb számokat, és inkább az előrejelzésekre összpontosítottak, hiszen a zárást követő kereskedésben végül 9,6%-os pluszban zárt a Tesla részvényár folyama. A cég igazgatója az elemzői konferencián elmondta, hogy az idei évben 80-90 ezer darabos leszállítással számolhatunk, ami igencsak impresszív a tavalyi adatokat tekintve, ugyanis a legrosszabb esetben is 63%-kal kellene a Teslának növelni a leszállításokat. Ezzel a számmal kapcsolatban akár egy kicsit szkeptikusak is lehetünk, ugyanis ha az elmúlt évek gyakorlatát nézzük, akkor azt láthattuk, hogy mind 14-ben, mind 2015-ben a Tesla több alkalommal is lefele korrigálta ezt az előrejelzést. Szintén vegyes érzelmeink támadhatnak akkor, ha a Model X teljesítményre tekintünk, hiszen a bemutatót követő első Elérhető negyedében mindössze 300 darab autót sikerült leszállítani a Teslának. Noha 2016 év közepére már heti 1000 darab legyártásával számolnak. A Teslánál láthatjuk azt, hogy nem a gyártás, hanem a leszállítás jelenti a szűk keresztmetszetet. Egyelőre nem sikerült olyan költséghatékonysággal gyártani a Model X-et, mint a húzómodellnek tekintett modellest, hiszen az előbbinek a bruttó eredmény a 25% lett, míg a másiknak 30%. Ugyanakkor Elon Musk a Tesla vezérigazgatója kifejtette, hogy majd a 2017-es ránc felvarással ezt is orvosolni tudják. A befektetők számára azonban pozitívum, hogy a Model 3, amit régóta várunk, mégiscsak 2017 év végén jelenhet meg. Itt a Tesla tett egy kis vargabetűt, hiszen eredetileg 2017 év végére számoltak az első leszállítással, aztán ezt áttették 2018 év végére, és végül tegnap mégiscsak visszakorrigálták az eredeti dátumra. A Model 3 sikere nagyban fog függni attól, hogy az új akkumulátorgyár a Gigafactory névre hallgató üzem milyen hatékonysággal fogja előre előállítani ezeket az akkumulátorokat. A gyártás véletlen 2017-től indul be, a Model 3 előrendeléseit pedig idén márciustól veszik fel.